Jó napot kívánok mindannyiuknak, már a legtöbbükkel találkoztam, Müller Éva vagyok, akivel még nem sikerült összefutnom az elmúlt pár év alatt. Én nem felejtettem el a nevemet, meg a tisztségemet, természetesen nem Kis Norbert vagyok, ellenben ő felhatalmazott arra, hogy használhatom az ő előadását. Nagyon-nagyon sok minden elhangzott már, amihez kapcsolódni szeretnék, vagy szeretném kiegészíteni, de ezt az alkalmat, hogy itt vagyok, és van 10 percem, bár ugyan én nem készültem előadásra, azért szeretném arra is felhasználni, hogy azokat a fejlesztéseket, azokat a fejleményeket, amikről fontosnak gondolom, hogy önök is tudjanak, azokat is szeretném önökkel megosztani. Nos, akkor, amikor az előadásra, helyettes államtitkáról előadására készültünk, akkor ő azt kérdezte, hogy mi az, ami összeküt minket ma ezen a napon. Nos, hát azt hiszem, hogy ezen az első táblán, ezen az első szlájdon látják azt, amit önöknek azt gondolom, hogy kötelességük tudni, hogy hogy is állunk ma. Ugye minden neműszerhasználati tendencia negatív irányú elmozdulást mutat. Én ezeket most nem fogom önöknek felsorolni, hiszen önök ezekkel sokkal jobban tisztában vannak, mint én. Ugyanakkor nem tudom, hogy akkor, amikor a munkájukat végzik, akkor azzal is tisztában vannak-e, amire itt több utalás már elhangzott, de hogy elképesztően negatív irányú elmozdulást történt, alkoholfogyasztási adatok vonatkozásában is, dohányzásban is nagyon-nagyon rossz helyen állunk, ugye vezető helyet törtünk be Európában, és ami számomra talán még drámaibb, hogy a fiatalok mentális zavarainak az előfordulása körülbelül 20%-os az életprevalencia értéket illetően, és ezek WHO adatok, ezek még nem a legfrissebbek. Azt gondolom, hogy ez a legnagyobb felelősségünk, ez az, ahonnan érdemes elindulni, és ez az, ami a mindennapjainkat át kell, hogy itassa minden nemű konstruktív és kevésbé konstruktív viták alkalmával. Ez a slidesor nem szól a fertőző betegségek helyzetéről. Azt gondolom, hogy Péter is, vagy az előttem szólok, több esetben is kellően szemléletesen kifejezték ezt. Én az elmúlt évben használt előadásunkat vettük elő, és a teljes spektrumot szeretnénk természetesen áttekinteni önökkel. Picit értelmezni azt, hogy mi történik, és egy picit jelezve azt, hogy akkor most hogy is tartunk, merre megyünk tovább. A nemzetközi drogpolitikában történt szinterekről elég keveset hallani. Nem tudom, hogy mennyire figyelik önök figyelemmel, érdemes, azt gondolom, elég sok mindent tanulunk a nemzetközi kollégák részéről. Amit mindenképpen szükséges kiemelni, hogy decemberben, 2012. decemberében került elfogadásra az Európai Unió új drogstratégiája, ugye a 2003 és a 2020 közötti időszakról van szó. Azért lényeges ennek kiemelése, mert alapvetően azt látjuk, hogy az Európai Unióban alkalmazott drogpolitikák ma már egyre kevéssé divergálnak. Ez azért nagyon jó, mert jól tudjuk használni egymás szakmai megfontolásait, át tudjuk ezekből venni a számunkra alkalmazható elemeket. Alapvetően, amit most is ki kell emelnem, hogy a kereslet és a kínálat csökkentés egyensúlyán épülő drogstratégiáról van szó, ahol a tudományosan bizonyítottan hatékony eljárások élveznek ugye prioritást. Ez így volt egyébként az előző drogstratégiában is. Ami talán új, és erre azért szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, az ártalomcsökkentés megjelenik ebben a drogstratégiában természetesen, ennek markáns része, azonban a keresletcsökkentéshez került integrálásra ez a fogalom, ami azt jelenti, hogy minden nemű szolgáltatás, ellátás vonatkozásában természetesen kell alkalmazni az ártalomcsökkentés rendszerét, de annak megfelelően természetesen, hogy a kliensnél ez mennyire szükséges. Ugye 2012. decemberében került elfogadásra az uniós drogstratégia, amit rendkívül sok magyar javaslat, nagyon sok építő javaslatot elfogadtak tőlünk az Unióban, ami nagyon nagy szakmai visszajelzés volt részünkről, sok magyar kollégának a tudása tükröződik ebben a drogstratégiában. Ugye ez elkészült, hasonlóan, mint ahogyan a magyar stratégiánál is elhangzott, akciótervek, cselekvési tervek fogják kiegészíteni az uniós drogstratégiát, ennek előkészítése történik most az ír elnökség vezetése által.
minden évben. Márciusban kerül sor a CND 56. ülésszakára. Én azt gondolom, hogy a legtöbben a teremben elég részletes tájékoztatást kaptak arra vonatkozóan, hogy mi történt a magyar delegáció, milyen tevékenységet folytatott ebben az egy hétben. Amit azért tudniuk kell, hogy a fertőző betegségekkel kapcsolatban, vagy a pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban több határozati javaslat szövegezésében, előkészítésében részt vettünk, és ugyan sajnos én kevéssé tapasztalom, hogy a CND határozatokkal kellene és feküdne a magyar szakmai közélet, vagy akár a magyar hivatalnokok, de mégis azt gondolom, hogy ezek a dokumentumok mégiscsak hozzá segíthetnek, hogy világszinten, Európa szinten közös cselekvésekre kerüljön sor. Ez volt tehát a nemzetközi szintér, de hogy őszinte legyek, ezen túlmenően a drogkoordináció munkatársai több irányú területen nagyon sok kötelező adatszolgáltatást, adatgyűjtésben ugye részt vesznek. Minden nemű kötelező jelentési kötelezettségnek sikerült az elmúlt időszakban megfelelni. Kétségtelen, hogy a nemzetközi aktivitásunkon mindenképpen kellene még javítanunk. Nagyon sok változás elhangzott már, ugye, hogy mi minden történt a hazai drogpolitikában. Ugye mindannyiuk számára ismert, hogy az ifjúságügyi főosztály átkerült a sportért felelős államtitkárságra. Ha máshonnan ezt onnan is észrevehették, hogy a különböző gazdálkodási szabályok jóváhagyatása miatt, sajnos ezúttal is, és az egyéb törvényi és ilyen-olyan szabályozások miatt csúsztak ezúttal is a pályázati kifizetések. Milyen erre reflektálva már eljárt annak érdekében, hogy a pályázati futamidőt meg tudjuk hosszabbítani, éppen azért, hogy önök meg tudják valósítani a projekteket. Szeretném, ha tudnák, hogy ez számunkra is kellemetlen, én elnézést szeretnék ezúttal is kérni önöktől, hogy ez előfordulhat. Sajnos ezeknek a szabályzatoknak a létét nem tudjuk kikerülni. Ugye a drogstratégiáról már nem beszélnék, ezen a héten csütörtökön kerül közigazgatási államtitkári értekezetre, és hogy jóváhagyásra kerül, ezután kerülhet kormányra. Ezt követően 3 hónapunk áll valóban rendelkezésre arra, hogy bocsánat, az országgyűlési határozat elfogadását követően természetesen sok nekem főosztályvezető úr. 3 hónap áll az országgyűlés döntése után arra lehet, hogy elfogadjuk a cselekvési terveket. A KKB átalakításával kapcsolatban szeretném jelezni, hogy ez nem egy választható helyzet volt. Alapvetően egy kímes szándék volt az, ami egy határozott rendelettel utasította valamennyi tárcát arra, hogy a különböző tárcaközi bizottságként működő testületeket át kell alakítani, és sajnos abban sem nagyon volt választási lehetőségünk, hogy mennyire kell külön elkülöníteni az állami igazgatás, illetve a civil és a szakmai szereplőket. Tudniuk kell ugyanakkor, hogy számunkra a koordináció számára mindenképpen az a hozzáadott érték, az a muníció, amit önöktől, a szakmától szerzünk, hiszen úgy tudjuk az intézkedéseinket helyére szabni, vagy legalábbis igazítani a nagy rendszere megfelelően. Természetesen ezzel együtt elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a jelenlegitől egy sokkal lényegesebb kört tudjunk bevonni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a szakmai szervezetek rovására szeretnénk ezt megtenni, hanem ellenkezőleg új hangokat is szeretnénk hallani, akik még tovább tudják ezt a palettát színesíteni. Grezsa doktorhoz kapcsolódva a kefek tevékenységét, illetve a velük való gondoskodása, csak az egyetértésemet szeretném kifejezni. Én is azt gondolom, hogy ez a koordináció felelőssége, és sokkal nagyobb gondoskodást kellett volna, sokkal jobban kell támogatni, erősíteni a kefek rendszerét. Ezúttal is szeretném megerősíteni, hogy természetesen a kefekre számítunk. Országos és regionális konferenciák során ezt szerettük volna minél közelebb vinni hozzá, és szerettük volna kicsit reorganizálni, újra szervezni. Nagyon kevés időm maradt, és egy csomó mindenről nem beszéltem. A prevenció vonatkozásában egy kicsit hagynám a délutánra. Igen, valóban van egy jogszabályi kötelezettség, ajánlások formában kell a prevenciós tevékenységet iskolai szintére megvalósítani. Nagyon fontos számunkra a május 17-i időpont, de hogyha kell, a koordináció egyeztetést fog az oktatás és a köznevelési és az egészségügyi területtel összehívni annak érdekében, hogyha kell, akkor jogszabályi módosítást is kezdeményezünk annak érdekében, hogy bár a minőségfejlesztés folyamatát megtartva, de a szakmát nem összetörve próbáljuk ezeket a feladatokat megvalósítani. A forrásokat
talán érzik. A helyettes államtitkári szint az nagyban segít ahhoz, hogy több forrást tudjunk mobilizálni. Az elterelés finanszírozási hátterével kapcsolatban május közepén várunk kormánydöntést, abban a másodpercben elengedjük a pályázati kiírásainkat. Prevenciós tevékenység folyamán, vagy ahhoz kapcsolódóan mi a célzott és a javallott prevenciót preferáltuk az elmúlt évben, és ebben az évben is nagy valószínűség szerint erre kerül sor. Ezt egészen egyszerűen azért kell így tennünk, mert a rendelkezésünkre álló forrásból egy kissé ilyen, szoktam volt mondani, krízis intervenciós alapként is működtünk. Átugranik az alacsony küszöbű szolgáltatásokra, szintén a koordináció igen, le fogom fejezni, két mondatot szeretnék csak mondani, elnézést kérek a túllépésért. Tehát ez a krízis intervenciós alapként történő működés azért nagyban ahhoz kellett, hogy azok a szolgáltatók, amiben önök dolgoznak, vagy amit éppen vezetnek, ezek működni tudjanak. Ennek egyetlen egy célja volt, és ez a közösségi ellátásoknál is megjelent. Egészen egyszerűen szerettük volna megőrizni az ellátórendszerben a meglévő szolgáltatókat, a meglévő struktúrákat nem hagyni visszabontani. De ez azt is jelentette, hogy nem tudtunk több feladatmutatót adni közösségellátásokban, nem tudtunk több tűre normatív finanszírozás keretében finanszírozást biztosítani. Ha normatívánk nem lesz több, akkor megpróbált a koordináció külön tűre finanszírozást biztosítani, illetve mindig arra, amire éppen a legnagyobb szükség volt. Tudjuk, hogy ez nem elégséges, én az magam részéről, ha már reflexió, nyilvánvalóan sokkal nagyobb, sokkal mélyebb, sokkal szorosabb együttműködést szeretnék önökkel. Tudom, hogy távol van a hivatal és a szakma sok esetben, más rendszerekben kell megfelelnünk, de az a mi együttműködési szándékunk nem változik, még hogyha a pillanatokra el is veszítik a reményt. Úgyhogy én tényleg azt szeretném, hogy jöjjenek hozzánk, és jelezzék nekünk a problémákat. Igyekszünk orvosolni a legjobb tudásunk szerint. Köszönöm szépen!